Amikor 1990-ben megfogant a német énekkar ötlete Szálkán, hamar érkeztek azok, akik szívesen ápolták őseik zenei kultúráját. A dalok jelentős része ismert volt ezen a vidéken, hiszen Szálka alapvetően német ajkú zsák település volt. Igaz, aki telepítés után a lakosság alig 20%-a tért ide-vissza. Hát nagyon sokan jelentkeztek, kezdetben olyan 30 körül voltunk, és hát ugye a kezdet ilyen bizonytalanságok után olyan jól összekovácsolódtunk, hogy sokáig ez a létszám meg is volt. Az első dalainkat sem volt olyan túl nehéz megtalálni, mert szinte köztudott volt, hogy Reispach Éva néni följegyzett egy csomó német népdalt, sváb népdalt, és hogy ő szívesen meg is tanítaná, mert nagyon szép hangja volt, és örült neki, hogy megkerestük ezzel. Úgyhogy így indultunk, tőle tanultunk talán 30-40 dalt is annak idején. Sokáig ez volt a német énekkar repertoárja, mely akkor bővült igazán, amikor az együttes a környező településeken is vállalt már fellépéseket, és tanulta a közös dalolások során az otthonos énekeket. Az énekkar munkáját segítette és segíti mai napig a helyi német önkormányzat, mely alakuláskor azt tűzte ki célul, minden erejével azon lesz, hogy a következő generációk tanuljanak ősei kultúrájából. Az identitástudatnak az mélyebb tudatosítása, mivel hogy egyre jobban fogyott a lakosság, hogy azt tudni kell, mint bármelyik más településen is elöregedik az a svábság, és mint jó magam is magyar családból származom, de egy sváb emberhez mentem feleségül, egyre több a vegyes házasság, aztán onnan a gyerekek újra egy olyan házasságba kerülnek, tehát csökken ez a dolog, és inkább ugye használjuk a magyar nyelvet. Az én férjem családjában a német nyelvet használták egészen addig, amíg én be nem kerültem a családba. Onnantól kezdve többet beszéltek már magyarul is, ha én nem voltam otthon, akkor egymás között svábul, de ha otthon voltam, németül. Na most én magyarul. Ha én ezt én érzékeltem, viszont láttam őnáluk, hogy rengeteg olyan dolog van, amivel én csak hallomásból tudtam. Ugyan csináltunk korábban is kiállításokat, de olyan sok szép dolog volt a nagymamának, hogy én bennem azonnal felvetődött, hogy ezt meg kell őrizni. Itt azért ennek nagyon nagy jelentősége van, mert ha itt kiállításon vagy valamilyen bemutatón nem látják az emberek, hogy milyen is volt a régi svábság élete, akkor nem tudja és nem is fogja megtudni, mert nem biztos, hogy elmegy olyan helyre, ahol ezt láthatja, mert nem érdekli, mert nincs miért fölkeltse az érdeklődését. Így került sor a tájszoba megnyitására, melybe azok a családok is elhozták használati tárgyaikat, akik hasonlóan gondolkodtak a hagyományok továbbadásának fontosságáról. Az énekkar és az önkormányzat számos programot bonyolított le az évek alatt, és a képek tanúsága szerint összetartó, egymást segítő közösségé értek. A gond abban van, hogy a fiatalabb korosztály már nem érzi magáénak a feladatot. A nyelvi nehézségeket úgy hidalják át, hogy lefordítják a lejegyzett dalszövegeket. A dalok nagyon szépek egyébként, ma is nagyon sokat énekelünk belőlük. Hát a szöveget megtanultuk. Azt szoktuk csinálni, hogy kezdetben, mielőtt egy dalt megtanulunk, akkor elmondom nagyjából magyarul is, hogy miről szól, mert azért nem mindenki érti meg ezeket a dalokat simán egyszerre. Valamilyen szinten mindenki tud egy kicsit németül, de azért teljesen nem. De megtanulja mindenki, és szépen hangzik, amikor együtt elénekeljük. A lelkesedés az megvan. Sőt, nagyon is összekovácsolódott a csapat. Akik az alapító tagok voltunk, abból már nem sokan vagyunk, talán 5-6-an. 5-en, mert a legutóbbi évben is elmúlt valaki közülünk. És nem csak énekelünk, amikor így összejövünk 2 hetente próbára, hanem mindenféle egyébben is foglalkozunk. Ennek a tájszobának a rendben tartásába, vagy inkább az anyag összegyűjtésében, és hát
gondozásában is mi szoktunk többnyire segíteni, vagy megünnepeljük egymás születés névnapját. Olyankor mindig az a köszöntő, hogy valaki választott egy szép dalt a repertoárunkból, és azzal megköszöntjük. A tájszava pedig csak telt emlékekkel az évek alatt. Úgyhogy elérkezik lassan az idő, hogy kiköltözzenek a polgármesteri hivatalból, és önálló tájházat hozzanak létre. Az énekkar tagjai számára nagy bánat, hogy fennállásuk 30. évfordulójának ünnepségét még nem tudták megtartani.